Ez a felvonó 1989-ben lett üzembe helyezve, tehát 30 éves. Ez a hajtómű, ez azóta működött. A működéshez időközönként ugye a hajtótárcsa köti a csere, az megtörtént, és a vezérlés is volt már korszerűsítve, de igazándiból ez a felvonó 89-től működik. Mindenki tudta, hogy jelentős nehézséget okoz majd a liftcsere egy olyan osztályon, ahol alkalomattán kézben kell felvinni egy szülés előtti pillanatokban lévő asszonyt. Mégis a hosszú távú működés a betegek biztonsága megkívánta már a szerkezet cseréjét felújítását. Mi azt gondoltuk, amikor ezt a hírt közzétettük, hogy ez egy örömhír, hogy a szexhárdi szülészetnek a üzembizonytalan liftje gyakorlatilag újra tud cserélődni. Ezzel óriásit lendítünk a betegellátásnak a biztonságán és a betegek hozzátartozó komfortján is. Ennek ellenére kaptunk olyan észrevételeket, hogy ez miért így kell, miért most kell, miért ilyen sokáig kell. Tudni kell, hogy itt gyakorlatilag egy teljes lift cseréről lesz szó. Egy régi helyére kell egy újat beépíteni, ami mindig bonyolultabb és hosszabb folyamat, mint egy akár egy újnak a megépítése. És tudni kell azt, hogy milyen problémát oldunk meg vele. A házban ez az egyetlen lift működik. Csak egy példával élve 54 lépcsőn kell a betegeket, és az ellátáshoz szükséges minden anyagot mozgatni ahhoz, hogy tudjon működni a szülészeti osztály. Ez lift nélkül, egy megbízható lift nélkül igen-igen akadozó. A munkák idején kialakuló helyzetek kezelésére a kórház felkészült, elsősorban a munkaerő szervezésével. Az új lift minden igényt kielégítő, korszerű berendezés lesz. A JATTE pályázatnak köszönhetően a felvonó teljesen végül is ki lesz cserélve. A hajtómű, a vezérlés, a fülke, az összes aknahajtó, tehát egy magyarán egy új felvonónk lesz. És hát ami lényeges még, hogy korszerű vezérléssel, tehát le- és fölirányba gyűjtő vezérlése lesz, ami mostani egyszeri parancsot teljesítő lift volt. Jobbak lesznek az ajtók, meg hát esztétikailag is sokkal szebb lesz a felvonó. A kiszerelése ennek, ez egy veszélyes tevékenység, és hát az újnak a beépítése, ez idő. A szülészeti osztály korszerűsítése egy folyamat, melynek csak az első lépcsője a felvonó csere. Igen, ezt lehet úgy tekinteni, hogy egy fejlesztésnek az első lépcsője. Most az ősz folyamán a komplet liftcsere történik, utána a késő őszi hónapokban pedig el tudjuk indítani a családbarát szülészet pályázatból egy rekonstrukciós folyamatot, amiben újabb 110 millió forintot fogunk tudni az épületre és az osztálynak a felszerelésére, a szülészeti fejlesztésre költeni. Úgyhogy reményeink és terveink szerint a jövő év elején egy megújult, modernizált épület áll majd a szülőnők rendelkezésére. Abszolút olyan beruházások történnek, és olyan megújítások, amit a betegek a saját bőrükön fognak érezni és megtapasztalni. A megszépülő környezet, a komplett szintet fogunk kifesteni, felújítjuk a szülőszobát, felújítjuk az újszülött osztályt, a kórtermeket, próbáljuk komfortosabbá, barátságosabbá tenni. Egy kicsit az osztálynak a szervezését is észszerűsítjük és biztonságosabbá tesszük, úgyhogy nagyon sok minden fog ebből a pénzből történni. A saját költségvetésünk talán már szokott módon szűkös természetesen, viszont mindig megkeressük minden olyan pályázati lehetőséget, vagy forrásteremtési lehetőséget, amiből tudjuk a kórházat egy kicsit fejleszteni, szépíteni. A lift cserére az Atomerőmű Jövünk Energiája alapítványából pályáztunk pénzt, tehát ez pályázati forrás. A családbarát szülészet szintén pályázati forrás, ez kormányzati intézkedésre adtunk be gyakorlatilag pályázati anyagot, és innen a forrás.
és az építkezés, vagy inkább a felújítások sora ezzel nem ért véget a kórházban. Vannak olyan osztályok, ahol a padlóburkolók már nem csak előregedettek, de baleset veszélyessé is váltak. Nem beszélve a higiénés elvárások betarthatatlanságáról. Ezt orvosolja a most induló fejlesztés. Azért szükséges ez a felújítás, mert a folyosó és a kórtermek padozata nagyon rossz állapotban van, balesetveszélyes, ez mind a dolgozókra, mind a betegekre veszélyes lehet, illetve a takarítást is jelentősen megnehezítette, hogy nem tudjuk biztosítani, vagy szeretnénk biztosítani a felújításra a megfelelő higiénés viszonyokat. A munkavégzés a balesetveszély miatt nehézkes, tehát a kollégáinknak nagyon kell figyelni arra, hogy ne történjen munkahelyi baleset, illetve a betegeket is fokozottan kell figyelni, illetve tájékoztatni arról, hogy fokozottan, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a folyosókon, illetve a kórtermeken, illetve ugye hát maga az esztétikai állapota a folyosónak, illetve a kórtermeknek az nem megfelelő, tehát szeretnénk ezt is szebbé és biztonságosabbá tenni. Felújítás az 650 négyzetméter felületet érint, teljes cserét kap, ebben 20 kórterem van. A burkolat az PVC burkolat lesz, amiben ugye nem lesznek rések, tehát a tisztántartása sokkal jobban megoldható, illetve a fertőtlenítése. Az egy hónap az arra kell, hogy a megfelelő rétegrendet fel tudják építeni, ami a PVC padló beépítéséhez szükséges. Az anyagi forrás az 12 millió forint, amiből az Állami Egészségügyi Ellátóközpont 9 millió forintot tesz hozzá, a maradék 3 millió forintot az saját erőből fogjuk megoldani. Ebben az egy hónapban a betegek itt a házon belül lesznek elhelyezve, a belgyógyászati tömbben. Két osztályunk fogja befogadni, a hematológiai osztály és a hármas belgyógyászat betegeit. És ha minden elkészül, az érintett folyosók is ilyen képet mutatnak majd szemben az eddigiekkel.